Monori Istvánnal, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola végzősével arról beszélgettünk, mennyire meghatározó számára szülei agrár és egészségügyi végzettsége, és mi lesz az asztali tenisszel a középiskolában. Kedvencei a természettudományi tárgyak, a matek és a fizika, apukája pedig a biológiában segít neki. A két kedvenc tantárgyam az a matek és a fizika. Ugye apukám az inkább a biológiába tud segíteni, és sokat is tud segíteni nekem. Debrecenbe készül gimnáziumba, matek-fizika szakra. Terve van Debrecen, és oda mindenhova gimnáziumokba a matek és a fizika tantárgyra adtuk be a jelentkezést. Harmadik óta jár városi és megyei tanulmányi versenyre matematikából, a magyar versenyt elképzelhetetlennek tartja. Már harmadik óta járok tanulmányi versenyekre matematikából, hát és a fizikát is megkerültem ebbe a két év alatt. Mondjuk egy magyar versenyen elképzelhetetlen, hogy ott vagy? Hát az nem a kedvenc tantárgyam. Szeret fizikából kísérletezgetni, néha szülei engedélyével otthon is. Legutóbb egy citrommal végzett kísérletet. Mindig szoktam engedélyt kérni rá, de előfordul, hogy kísérletezek otthon valamit. Mesélj az utolsó ilyen kísérletről, mi volt az? Hát igazából fizikából volt, és egy ilyen citromelemet csináltam. Hát egy citromba futtattam két ilyen vasat, és csináltam belőle egy elemet. Ha van ideje, fejleszti tudását és mellette sportol. Apja révén kezdett el asztali teniszezni 2017-ben, egyéniben és párosban is versenyez. Még 2016-ban kezdte apukám, egy éve korábban, mint én, és egyszer lementem hozzá edzésre, és megtetszett ez a sport. És ott ragadtál? Igen, ott ragadtam, és már azt játszom 3 éve. Az egyéni vagy a páros verseny a kedvenced? Hát jobb vagyok egyénibe, mint párosba. Mit kaptál a pingpongtól? Vagy mondjuk már szebben a hivatalos nevén asztali tenisztől. Hát rengeteg kitartás kell hozzá, és hát mindig el kell menni edzésre, hogy minél jobb eredményeket tudjál elérni. És hát gondolom a technika, meg a kitartás, a gyorsaság, ez azért fontos számodra. Igen. Melyek a legjobb eredményeid? Hát mikor egyszer kijutottam a Diákolimpián a országosra. Más sportágot is kipróbáltál? Igen, előtte 4 évig kézilabdáztam. Akkor a labdát azt picit kisebbre váltottad, de egyébként ott azért csapatjáték van, itt meg egyéni játék van, melyik a jobb és melyik a nagyobb kihívás? Hát ugye lelkileg a egyéni játék az nagyobb kihívás, mert ugye a csapatsportokban a csapattagok tudják egymást támogatni, meg nem. Debrecenben is tovább folytatja majd a pingpongozást, de a nyelvvizsga is a célja a középiskolában. Ott is van egy egyesület, ahova el szoktam járni, és hát akkor ott fogom tovább folytatni. Nyelvvizsga? Hát majd szeretném a középiskolába letenni a középfokú nyelvvizsgát angolból. 10 év múlva valamilyen mérnök lesz, és amatőr hobbi szinten pingpongozik majd.